Jövő tavasztól az ülés felett elhelyezendő kézipodgyászokért is külön kell fizetniük az easyjet utazóknak. A FAPADOS légitársaság február 10 étől lépteti életbe a változást. A döntés az utasok nem tetszését váltotta ki, sokan a közösségi médiában adtak hangot ennek. Két hónap múlva tehát már csak akkora táskát lehet felvinni a fedélzetre ingyen, amely befér az utas előtti ülés alá. A koronavírus járvány a légitársaságokat katasztrofális helyzetbe sodorta, ezért mindegyik a költségek lefaragásán dolgozik. Az EasyJet fennállásának 25 éve alatt novemberben jelentett először veszteséget. A cég jövőre az ideihez képest 40 géppel kevesebbet tart majd forgalomban.